Augusztus 12-én rendezték meg a Kelet-Magyarországi Agrárfórumot Hajdúbeszörményben. Az agrárium helyzete, vidékfejlesztési lehetőségek, az agrárszakképzés jövője témában indult a fórum. Ilyen természeti csapás, hogy egyszerre a kalászosok, egyszerre az ipari növények, egyszerre a kukorica megsemmisüljön a Dunán. Energiaárak, a száj, emelt munkabérek, öntözés, ezek a problémák sújtják jelenleg a magyar mezőgazdaságot. A centrum számára ugyanúgy kihívás, mint a mezőgazdaság területén dolgozó vállalkozások számára, hiszen tangazdasági területünk közel 700 hektár területen van a négy megyében. Így tehát a termelés, a gazdálkodás minden előnyét és most leginkább hátrányát sajnos el kell szenvedjük, és megoldást kell találnunk, össze kell fognunk. A fórumon többször elhangzott, hangsúlyos az agrárszakképzés, hiszen a jelenleg előregedő agrárium területén generációváltásra van szükség. Az agrárium presztízsét kell visszaállítani. Több évtizedet veszítettünk azzal el, hogy nem tudtunk érdemleges jövőképet mutatni az agráriumban a magyar fiatalok számára. Ez egy nagyon nagy hiba volt, ezt ki kell javítanunk. Hozzáteszem, hogy ez a jelenlegi nyomorúság, ami körbevesz bennünket mindenféle szempontból, egyrészt a hosszú ellátási láncok sebezhetőségét mutatta meg, meg azt, hogy felértékelik egyébként az agrárium, az élelmiszeripar, újra stratégiai cikké válik az élelmiszer, és szerintem ez egy jó lehetőség arra, hogy egy ambiciózus életpályamodellt tudjunk a magyar vidéken élő, az agrárium iránt egyébként nyitott fiatalok számára biztosítani. Hajdúböszörményben és környékén található hazánk egyik legjobb minőségű termőterülete, épp ezért számos agrárvállalkozás működik ezen a vidéken. Közülük többen szakmai gyakorlati helyszínt biztosítanak az agrárszakképzésben tanuló diákok számára. Mi jobban örülnénk, ha többen választanák ezt a szakmát. Hiába olyan körülményeket teremtünk, hogy vonzó legyen a fiataloknak, mindenki küzd a munkaerőhiánnyal. Ez egy nagyon fontos dolog, és Magyarországon talán nincs olyan ágazat, aki ne küzdene ezzel. Nekünk korábban sokkal több gyerek járt oda, valahol vissza kell abba irányba térni, hogy egyre inkább azok a vállalkozások, így lehet inkább fogalmazni, akik fogadókészek a gyerekek tanítatásában, felelősséget érezve a jövő szempontjából, még inkább részt vegyenek a gyerekek oktatásában. Az Agrárfórum további három szekcióban zajló kerekasztal beszélgetésekkel folytatódott. A szakmai napon már megkezdődtek az agrárszakképző intézmények diákjai között zajló versengések is, Traktoring néven. A Traktoring verseny átvezetett a sokakat vonzó, méltán népszerű és komoly hagyományokat ápoló traktorhúzó versenyre, amely két napon átvárta az érdeklődőket Hajdúbeszörményben. A verseny és az Agrárfórum szervezésében az Északi Agrárszakképzési Centrum is együttműködő partnerként vett részt.